Elmondanád egy kicsit, hogy... Mióta foglalkozik a család nálatok ebben? A 30-as évek óta. A nagyszüleim is még a budapesti piacokra kofahajóval szállították a gyümölcsöt. Almát és a rókagombát sóval, borssal, fokhagymával együtt megpirítom. Erre is öntök egy kis balzsamesztetet. Nem sokkal. Mert saláta lesz előle, ugye? Most is egy nagy hőség van, és ilyen hőségben este vagy vendégeknek érdemes ilyen könnyebb ételeket csinálni. Ez egy úgynevezett langyos saláta lesz. Itt a fejes salátát a tányérra teszem, és gyakorlatilag a salátára meleg hozzávalókat teszek, és így lesz belőle konkrétan egy vacsora. Na. Jól néz ki? Jól néz ki. De még nincs vége. Így. Megnézem. Még egy... nem is kell. Ezt így ráöntöm. Azzal. Jól néz ki, ugye? Azzal. Addig légy szíves. Egy kis epret. És ugyanabban az edényben, amiben spiritoztam az almát meg a rókagombát, megpirítom az eperbe pácolt májat. Az a kérésem, hogy te pedig egy kis friss epret cikkezzél rá, jó? Szoktatok így epret főételhez, vagy csak klasszikus felhasználás? A klasszikus a felhasználás. Igen? De nyilván van eperlekvár, ugye? Hogyne, hogyne. Jam? És fagyasztva is tesztek el télire? Mindenféle formába. Úgy, ez elég is, és szépen úgy szord rá, hogy mindenhova egyformán jusson. És ezt közben megsózom, mert tudod, a szárnyas májat, azt mindig meg lehet sózni. Csak a négy lábúak máját nem szól. Átteszem erre az oldaladra, szagold meg, milyen jó illata van. Úgy. Tudod, és az eperben levő cukor egy picit megkaramellizálódik. Nagyon finom lesz, majd megkóstolom.